A romkertben helyezték el a közel 50 évet a földben töltő dolinai harangot. Mint arról már korábban beszámoltunk, 2022 tavaszán hosszú kutatások és sok munka után előkerült az 1970-es években az enyészet elől elrejtett harang. Nagyon nagy élmény volt ezt a harangot itt a helyén, reméljük, hogy a végleges helyén látni, csak hát hosszú út volt ez, amíg ideig eljutottunk, mert ugye röviden összefoglalva, amikor édesapám, illetve ő találta ezt ki, hogy a kútba kellene elhelyezni, mert ott lenne a legbiztonságosabb helyen, ez az élet bizonyította az ő bölcsességét, és ez a harang igen szép állapotban megmaradt, eltelt. Hát jó pár év, 46-47 év, és akkor sikerült ezt a harangot nagy-nagy összefogással, mert azért az itt mindenkinek van érdeme benne, de ez egy akkora közös munka, hogy itt nem tudja kisajátítani, és nem is szabadna kisajátítani ezt az érdemeket. Itt az összefogás eredményezte azt, hogy sikerült ezt a harangot úgy megmenteni, ahogy látszik is most ezen a kis haranglábon. Nagyon nagy élménye ez. Hát szóval azért az ember életében ritkán adódik, hogy harangszentelésen, vagy avatáson, vagy szalagátvágáson vehet részt, meg egyáltalán, hogy megtalálhat egy ilyen harangot. Nagyon felemelő érzés. Én csak azt sajnálom, hogy a felmenőim nem látják, vagy nem láthatták ezt az eseményt, mert nekik talán még többet jelentett, mint nekem. Nekem is sokat jelentett egyébként. Krix Lőrinc bátaszéki helytörténész volt hosszú ideig az egyetlen, akinek elmesélte Szevényi Géza, mi történt a dolinai haranggal. Ő is jelen volt a megtalálásakor. Egyszer szólnak, hogy menjünk ki, mert úgy néz ki, hogy megtalálták a harangot. Hát ennek végtelenül örültem, egy hegedűs nevű illető hatalmas nagy munkával, ki kell, hogy emeljem a nevét, hatalmas nagy munkával 3-4 ezer köbméter föld megmozgatása után megtalálta a harangot. Én ott voltam, és valahogy a koromnál fogva újabban olyan tisztségek érnek, amit én ki nem érdemeltem, mint ma a kongatást. Tehát engem kértek ott föl, miután kimostuk a harangot, rendbe hoztuk a sártól minden, hogy megkértek engem, hogy én kongassam meg a harangot, mint ott a társaság legidősebb tagja. Nem csak akkor, most a szentelésen is őt érte ez a megtisztelő feladat. Azt hiszem öregszem, de én elpityeregtem. Elpityeregtem, ezt komolyan mondom. Ez a harang megérdemli azt, hogy egy méltó helyre kerüljön. Én remélem holnap a gézanapi ünnepségeken is ebben a haranga fogják a világtudtára adni, hogy Bátaszéknek új királya, meg új királynője van. A haranglábat Sroc Zoltán készítette el, ahogy ő fogalmazott, Bátaszék város lakosságának és a dolinai emberek emlékének. Sokat gondolkodtam rajta, amikor polgármester úr felkért. Elsőre az jutott eszembe, az Omegának van a Ballada a fegyverkovács fiáról című szám, de ahogy telt múlt az idő, és az ember dolgozott ezen a munkán, tegnap a tékozló fiú története jutott eszembe. Ugye, hogy ez a harang, amikor elkészítették, megélt egy dicsőséget, jólétet, egy megfelelő helyre került. Utána ugye a körülmények miatt száműzni kellett, ő nem önként ment el, de száműzetésbe került, és most ugye visszatérhetett egy eredeti helyre, ahol együtt van a dolinai templomnak a tégláival, és egy helyen lehet a haranga a régi rendeltetési helyével. Sroc Zoltán elmondta, örül, hogy részese lehetett Bátaszék történelmének. Egy harang az magában foglalja a kezdetet. A haranglábat Sroc Zoltán készítette el, ahogy ő fogalmazott, Bátaszék város lakosságának és a dolinai emberek emlékének. Állás, ugye, mert ebben tudták jelezni a falunak, a lakóinak, hogy valaki megszületett, fiú született-e, lány, meghalt-e valaki, idős volt-e, férfi vagy nő, tehát egy harang az összeköti a kezdetet és a véget. Örülök neki, hogy a harang olyan helyre kerülhetett, hogy láthatóvá válik. Mert a legtöbb harang ugye egyszer látják az emberek, a hívek, utána fölkerül egy olyan helyre, hogy utána senki nem látja. Utána csak a hangjával szolgálja a
az Isten dicsőségét. Az ünnepségen Kürtesi Krisztián, a katolikus plébános megáldotta az új építményt. Áldja és szentelje meg a harangot és haranglábat az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.